Ezek a már nem használt szekszárdi polgármesteri hivataltól származó monitorok kerülnek a rászoruló családokhoz. A Humánszolgáltató Központ minden adományt örömmel fogad, hiszen mindig sok ügyfelüknek van szüksége ilyen gépekre ahhoz, hogy a családok gyerekei tanulni tudjanak. A Gazdaság és Vidékfejlesztési Bizottságtól kaptunk egy határozatot, hogy felajánlás érkezett a polgármesteri hivatalhoz monitorok tekintetében, és 11 monitor érkezett, és ők bennünket, mint Humánszolgáltató Központ kértek föl, hogy a karöltve szekszárdért csoporttal adjuk át ezt a rászorulóknak. Az adományok szétosztásában a karöltve szekszárdért csoport is részt vesz. Ők komplett számítógépekkel is segítik a rászorulókat. Az alkatrészeket szintén felajánlásokból szerzik be. És ez pontosan azt jelenti, hogy 11 családnak tudunk segíteni ezáltal. Ugye tudjuk, hogy az online oktatás most már nagy léptekben halad az oktatásban, de nagyon sok család nem tudja ezzel felvenni a lépést. És a karöltve szekszárdért csoportban Megyesi Zoltán az, aki ezzel foglalkozik. Ő az, aki a számítógépeket, a felajánlott számítógépeket, monitorokat megnézi, és eljuttatja a megfelelő családoknak. A mostani felajánlást a Megyei Jogú Város Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága kezdeményezte. Mivel az ő dolguk a már nem használt monitorokat leselejtezni, arra gondoltak, miért ne ajánlanák fel azokat olyan helyre, ahol még jó szolgálatot tehetnek. Évek óta tart már az a gyakorlat, hogy ezeket a leselejtezendő eszközöket megpróbáljuk olyan helyre elhelyezni, ahol még van rá szükség. Szeretnénk a realitás talaján maradni, és nem kidobni és megsemmisítőbe helyezni, és mindig vannak jelentkezők, akik ezeket az eszközöket még tudják használni. A háztartásban már nem használt műszaki cikkeket és egyéb berendezéseket is szívesen fogad felajánlásként a Humánszolgáltató Központ és a karöltve szekszárdért csoport.